Adja meg az Isten, mit adni nem szokott. 100 bús vasárnap helyett sok víg hétköznapot. Ady Endre versét az ESZI tanulója szavalta el március 10-én. A 2021-ben felavatott Paksi-Székely kapunál tartotta megemlékezését az Erdélyi Magyarok Tolna megyei egyesülete. A Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-ai határozata alapján március 10-e a Székely Szabadság napja. Egy történelmi eseménynek a megemlékezése, ugyanis Marosvásárhelyen, Postaréten 1854. március 10-én kivégezték a székely vértanúkat. A szabadságért, összefogásért harcoltak, igazságukért, és én úgy gondolom, az egész székely, sőt az egész magyarságnak Kárpát-medencébe ez egy példakép, és erre emlékeznünk kell. Nagy árat, akár emberi életet kellett áldozni a székely szabadságért. A székelység összetartozásának napján köszöntőt mondott Orbán Attila. A Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke beszédében úgy fogalmazott, a Székely Szabadság napja alkalmából tartott megemlékezés a múltidézésen túl lehetőséget biztosít arra is, hogy a székelyek identitásukat erősítsék. A székely szabadság az mindig is egy fontos ügy volt, ezért évszázadokon keresztül kellett küzdeni, ezért meg kellett mindig dolgozni, ez így van ma is. Ma is ezt tesszük, különböző szinten, valaki politikai téren, valaki civil szervezetként, van, aki hagyományőrzéssel, mindenki teszi a maga dolgát, és ilyenkor március 10-én összejövünk, együtt vagyunk, erősítjük egymást, tartjuk egymásban a lelket. A megemlékezésen ezúttal is kiemelt szerepet kapott a hagyományőrzés, az ünnepségen közreműködött az Erdélyi Magyarok Tolna megyei egyesületének tánccsoportja, valamint a Két Kiss Z. A rendezvényről bővebb összefoglaló tekinthető meg a közéleti magazinban.